Sziasztok, kedves kamadó és lehendő kamadó tulajdonosok! Nektek készül ez a kamadó kisokos. Először is jöjjön a kamadó szakszerű begyújtás. Az alsó nyílást a parásfogóval teljesen nyitva kell tartani. Beteszed a faszenet, majd fogod a begyújtót, az elektromos begyújtót, és szépen belehelyezed a faszén alá. Kicsit még ráhúzod. Majd fogod a begyújtót, az elektromos begyújtót, és szépen belehelyezed a faszén alá. Kicsit még ráhúzod. Ha a faszén már izzik, akkor ki kell venni az elektromos fűtőszálat. Ezt követően még nincs kész a faszénetek, hagyjátok hasonlóan nyitva, és menjen még körülbelül 20-30 percig. Közben mutatom az előkészített csirkecombokat. Ez egy sóslé, erősen sóslé, egy 5%-os sóoldat, ahol is a csirke felső combok bőrrel és csonttal egy napig vannak hűtőben tartva. Ezt követően ugye ki kell venni, le kell csöpögtetni. Ennél a receptnél, amit javaslok első elkészítésre, nem kell semmi fűszer, csupán a hikorifa pellet, illetve egy kis almaecet, amit egy ilyen spiccelőbe kell beleraknotok. Miután ez így elő van készítve, nézzük a tüzet. Láthatjátok, hogy izzik még, ez még nem jó. A lényeg, hogy teljesen minden faszén legyen már átizzítva. Nagyon jól látszik, hogy 30 perc elteltével a jó minőségű faszén fehérre átizzik. Ilyenkor jöhet vissza a rács, majd mehetek rá a csirkecombok. Ezt követően a felső részt állítsuk egyesre, az alsót pedig ilyen minimálisra. Ez az. Ezt követően tehát jöhet a hikori pellet, elég hozzá csak pár bogyó. Elszórjuk és lecsukjuk. Ha ilyen kamadót rendeltek, akkor természetesen időt kell fordítanotok majd a lábak, a tartó lábak összeszerelésére is. Ez már a szállítás napján készítsétek elő a terepet. Nem nagy ördöngőség, de kell hozzá azért egy kis kézügyesség, illetve egy kis idő. Láthatjátok, hogy a sóoldat, illetve a hikori pellet füstje nem csak, hogy nagyon szép színűvé, de nagyon finom ízűvé is varázsolja a füsttel ízesített csirkecombokat. Így megyünk tovább, tehát innentől körülbelül még egy 30-40 perc. És akkor íme az eltelt idő után, mondom, az 40 perc volt, ilyen ropogós bőr és gyönyörű alsó rész, szaftos, ugyanakkor ropogós. Megy rá a kis káposzta salátára, és már lehet is enni. Na de milyen a közepe? Nézzétek, és halljátok! Kifordul belőle a csont. Ennyi. Gyerekek, szaftos, zavatos. Szóval 30 perc alatt csodák a kamadóval. Tehát ne felejtsétek el, a videóban látott eszközöket meg tudjátok rendelni, meg tudjátok nézni a webshopon, úgyhogy jó főzést kívánok mindenkinek!